megvolt, begyújtottad, és szép a kozorú. Nem látod, gyere, gyere közele, gyere picike. Nézd már, milyen szép. Én most ezt úgy szereztem be, hogy egyszerűen nagyon véletlenszerűen van rajta, ez inkább zöld, hát természetes a zöld, de ilyen bronz gyertyák vannak rajta, bronz, egy kis zöld gömb, és ilyen neutrál. Nem tudsz aludni. Jól érted? És szeretnél egy kis karácsonyi hangulat? Szóval egy részének is nagyon sokféle hangja lett. Ez a érted? Ilyen lágyan, magas hang.
doing. És már vékonyodik. Érdekes. Mit hallottál? Közben. Úgy képzeld el, hogy még én ősszel ilyen október elején, októberban szedtem leveleket, és ha ügyes van, és kiszárítottam mostanáig is, megtartottam. Mondjuk van itt egy ilyen vörösebb ilyen árnyalat, van még nekem ott, csak ne legyen hangos. Na, mellé kell kezdjünk egyelé. Nem találtam. Na jó, vadszőlő. Nem lehet elszakadni.
Magamra, és a gondolat átkapcsolom az túlságos alésért, sok vagy, várjál, ezt is átteszük ide, hagyjuk itt. Jó. Közben megmutatom a többit is. Mi van még nekem itt? Jó. Az egyik dobozban valami illatozik. Adler sütő, eznek semmi köze hozzá, mert tavalytól megmaradt valami, ami még jön a advent koszorúra. Az pedig, már mutattam tavaly, mindig a jó illata van. Annyira jó. Én ebből készítek egy maréknyi. Na figyelj! Vannak benne rózsaszirmok. Szinte fadarabok. Nézd, olyan érdekes. Milyen fura. Ez már ilyen bomlásba indult szerintem.
요. Mert ilyen is, ilyen érdekes, hogy az így szétjön, ez meg egyben maradt. Van még nagyon érdekes ilyesmi. Látod, ez is egy megtekeredett fada. Szinte és nézd, ezek is ilyen gyönyörű kis mak féleségek, ami egyben megy, vagy így, egyik kisebb, másik nagyon. És lehet. Gyöngyök hangja. Amikor előveszed a dobozból, ugye? Kedvesen.
Figyelj! Először a sógyöngy hallatára ilyen káosz keletkezik a fejedben. De figyeld és várd ki, mikor az utolsó két gyöngy kocsol össze. Na ne! És vagyis már kevés. Ezek voltak a gyöngy, fa gyöngy. Lehet, hogy így. Lehet, hogy így is elég. La-sa-ba. Nyugodtabba. Pihentetőre. El. És teljesen lealkulva. Nem tudod, mi van az ölembe? Sújtása. Én így hívom. Grilanda. Arany. Rózsaszín. Egybe gobolyodva. Zöld, fehére, Grilanda, ami ez is.
Érdekes. Kupac keletkezett. Szedjük ki őket egyesével. Így nem lehet. Na nézd. A rózsaszín. Aztán jön az arany. Arany színű. Az arany kilátás, aztán hát mondjuk ezt lehetséges, hogy mosni kellene, mert olyan fura. A fehér olyan fura. Lehet ezt mosni? A fehér. És már szerintem mindegyikből van. Nem, az ezüst még. Az ezüst. Az a elfér még a fejembe. Hú, de sok van. Kukucs. Kukucs. Szia. Nos, jöhetnek a gömbök. Én imádom a gömbök hangját. Talán az az én kedvenc trigger.
over as it is. The temple as a block of ice keep that. A brute can cut. His knees. Ezeket a reci kis gömböket imádó. Esküszöm, nem tudok választani belőle. Van zöld is, kék, piros. És még ilyen bézs is, ilyen barnás, bronz, bronz. Látod? Szerintem a idei advent kozarom bronz, ugye? Lehet a bronz családban. Nos, de vannak nekem nagy gömbök. Ezt letesszük most. És akkor nézzük a gömbök hangját. Ezek aprócskák. Recése. Metalíz. Tudod, mire hasonlni? Kortolja a hangjára. Ne? De amit én szeretek, imádom. Mindig is nagyon várom ezt. Ez még aprócska. Hallom? Összegoccanása. Én ezt úgy imádom. Ezek apró hangok. Figyelj! Mikor úgy véletlenül koccannak össze. De hogyan hangzik? Nagyobb kortolja. De vele nem jó, de még szkretcs. Nézzük ezt a kettőt. Hallod?
hem hallott a belsejéből is, hogy tömör, vagyis üreg. Ilyen tompa hangon vannak, mikor díszítik a fát. Ilyenek. Még egy táskára való, rengeteg gömbünk van. Milyen színű legyen. Ott már van egy ilyen metalész, a zöld. Csúszik le a füzér. Szóval van piros és menős. Ezt a hangot csak a gömb. Hallom, hogy egy gömbről van szó. Labdaszerűség. Nézzük. Igen, mert nem zsinórom van. El kell kapni. Van egy kis sipikolós hang benne, ez nem jó. Ez nem jó, lehet, hogy a összekötetésnél. Az nem kell nekünk a sipikolós hang. Ne csipigoljon nekünk itt.
Always.